Szevasztok, skanok, csak egy rövid bejelentkezéssel vagyok. Egész nap járkálok, ezt a videót azoknak készítem, akik ilyen születésnapi köszöntőket kérnek tőlem, meg ilyen videókat. Fogom csinálni, de az a helyzet, hogy el kellett jönnöm az esti párbajhoz megvenni a kellékeket, festékek, stb. Lesz párbaj, és át kell ugranom egy másik boltba, ott gyalogolni kell közbe, akkor voltam mosatni a ruháimat, mert állandóan ki kell mosatni, mert ugye nem otthon vagyok. Tehát otthon rendben van, hát otthon ugye anyám sütötte a nagy rántott húsokat, meg anyám mosott, meg minden otthon, nem volt gondom semmire, de most kint vagyok külföldön. És folyamatosan ugye ki kell mosnom a ruháimat, állandóan az is idő, még kimossa, megvárni, összecsomagolni a ruhát, felvinni, a táskába betenni, utána lemenni kajáért, 2 kilométerre van a bolt a szállástól, akkor gyalogolni, akkor felkészülni az esti párbajra. Hát a köszöntők most nagyon sokan kéritek, elmaradnak, hát mindenkinek meg fogom csinálni, most függetlenül attól nem kell itt nagy összegre gondolni semmi, hogy gondoljátok, dobtok egy kebabra valót, az kész, de függetlenül az áraktól nincsenek árak, csak azt mondom, hogy nem bírom, nem tudom, mert mennem, jönnöm kell. Tehát most el kell mennem, ugye lesz egy kis ilyen citromos dolog is este, piával, citrom vagy csokival, citrom, sziruppal, ugye el kell mennem megvenni azt megint egy másik helyre, végig kell gyalogolnom az egész várost, meg akarok ilyen nyakláncokat, nem nyakláncot, hanem mint a Taki Gyulán szokott lenni ilyen körláncot, meg ilyeneket láttam helyeket, de az vagy 3 kilométerre van ide, össze-vissza járkálok, hogy szedjem össze a legjobb cuccokat a kinézethez, a párbajhoz, egy normális napszemüveget, nem tudok, 3 eurók a napszemüvegek, de 3,50 € meg ilyesmi, de olyan napszemüvegek vannak, hogy nem a legjobbak. Úgyhogy itt jövés-menésbe vagyok, ezért a köszöntőket nem tudom csinálni. Rengeteg a gondom, jövés-menés, egy kabátot nézni kéne, mert már ennek nem jó a cipzárja, összepakolni, minden, másnap már menni kell ki a hotelból. Mert csak ilyen 1-2 napokra veszem ki, akkor állandóan átmenni egy másik helyre, brutális. Tehát majd, hogyha minden oké, akkor csinálom a köszöntőket mindenkinek.